munkához valóban, mind a helyen kell, minden kell, hogy gazdája legyen, vezetője legyen a kulturális életnek Hernád életében, mint az eddig is volt, és kell egy vezető, aki összefogja és koordinálja a munkákat. Tehát én szeretnék javaslatot tenni a kulturális bizottság összetételére. Elnökének javasolnám a művészetiskola tanárát, Forgács István urat, tagnak Lipták Zoltán urat, és Nagy László, saját magamat is javasolnám, tagként szeretnék benne közreműködni, külsős tagnak Fuchs Sándor urat javasolnám. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Annyit szeretnék elmondani, hogy a 61/2009. évi ilyen rendelet, ez szól a rendeletalkotás a jogszabály szerkesztésről. Hát én nem zárkózom már esetleg az újabb bizottság létrehozását, én azt kérem, hogy ennek a ilyen rendeletnek megfelelően készülnek el az előterjesztések. Írásban azt a következő testület is javasolom, ezt kerül a képviselőtestület elé, illetve nyilván, ahogy szoktuk, előtte legalább 5 napra is, akkor erre fel tudni neki készülni, tehát a javaslatom ez lenne ezzel kapcsolatosan. Itt meg is jegyzem viszont, hogy a következő testületülés szemben azzal, amit most elfogadunk, ugye, hogy a hónap utolsó, illetve minden hónap utolsó kedje, ez egy picit módosulni fog a következő hónapban. Nem a hónap utolsó kedje lesz, hanem egy héttel korábban, ez november 23-a, ezt a érhetőbbük felé is mondom. A következő indokolja ezt évek óta, pontosabban amióta lehet ez hosszú évekre visszamenőleg, a képviselőtestület a Búza Hungarika pályázaton mindig indult, részt vett, sikeresen pályázott. Ez röviden arról szól, hogy a felsőoktatásban, nappali rendszerű oktatásban résztvevők számára támogatást nyújt egyrészt az önkormányzat, másrészt a megyei önkormányzat szokott és a minisztérium ad még ezt támogatást. Nos, ennek a benyújtása pedig a hónap utolsó kedjé való testületülés megtartását nem teszi lehető, ezt korábban kell benyújtanunk. Még az előző képviselőtestület döntött arról, hogy ismét részt vesz ebben a pályázatban, a érdeklődők már a formanyagtól várják a teljesítményt, tehát ez indokolja, hogy korábban, egy héttel korábban lesz a testületülés, és akkor tehát ennek megfelelően kérném akkor, hogy javaslatokat írásban érkezzenek be. És akkor áttérnék a... Pontosabban nem térnénk át a következő napi ponton, mert hogy abban azt szerep, hogy a polgármester megválasztása és a illetményének a meghatározása, tiszteletdíjának a meghatározása. Ugyanis, ahogy említettem, ugye, egy ilyen testületülést egyeztetések is megelőznek. A polgármesterre kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy ez egy bizalmi megtiszteltetés, bizalmi pozíció, tisztség. Ebből következőleg a mindenkori polgármesternek, mert az előterjesztéssel mindenkori polgármesternek van lehetősége. Miután ebben nem sikerült konszenzusra jutni, ezért fölöslegesnek tartok egy szavazást lebonyolítani, ami egyébként is eredménytelen lenne. Tehát ettől a mai alakulásen eltekintenék, és ezt talán egy később időpontban majd erre sor kerülhet, hogyha esetleg egy konszenzus, ilyenfajta konszenzus kialakulna. És ezzel a két napi rendeportra tulajdonképpen, mondom, kilőttük, meg lerövidítettük, és a, hát nálam, hogyha jól nézem, akkor a képviselő tiszteletdíj meghatározása következik napi rendeporton. Most nézek jegyzőasszonyra is, hogy ő is így látja, ő is, más képviselőtársam is. A Nagy László képviselőtársam a saját, az én illetményemet illetően is olyan előterjesztést tett, hogy a korábbi években megszokott mértékű tiszteletdíjra tett javaslatot. Én szintén erre tennék a képviselőtestületi tiszteletdíjakat illetően. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ezzel kapcsolatosan van-e észrevételük, javaslatuk. Jegyzőasszony, esetleg ott van előtte, hogy most éppen mennyi az aktuális
hogy a jelenlévők is ezt hallják, nem hagyhat. Tehát 26 ezer folyt a képviselőtisztelő, hogy talán ezt is tetszettek, ha a bizottsági tagságért 11.700 forint, így van, bruttó. Ezek természetesen bruttó összeg, tehát ezek után már képviselők még adógyárulékot, egyebeket fizetnek. Úgy látom, hogy nincs más javaslati indítvány, tehát aki ezt el tudja fogadni, azt kérem. Mégiscsak van? Nem indítvány és nem javaslat, hanem egy gondolattal szeretném ezt. Polgármester úr azt tette fel, ahogy eddig is volt, és véleményem szerint sem kell ezt bántani. Több képviselőtársam nevében is bátran szerintem mondhatom, hogy ez a tiszteletdíj, ezt nem sajátunkra szoktuk fordítani, hanem mindenki felajánlja valamilyen nemes célra, akár a sport, kultúra, egyéb, korábbi képviselői, a bővebb testület tagjai is így cselekedtek, és én azt gondolom, hogy a mostani testület tagjai, illetve a régiek is hasonló módon fognak a tiszteletdíjat illetőleg eljárni. Köszönöm szépen! Tessék, Gépás János képviselőtársam. A tiszteletdíjjal kapcsolatban is szeretnék, hogy az első tiszteletdíjunkat, ugye minket is ért katasztrófa, kaptunk sok segítséget, kellett, nem kellett, teljesen mindegy, de ez az első havi tiszteletdíjunkat szerintem bizonyosított a területeknek ajánljuk fel, Kolontárnak, nem tudom, majd találunk egy ilyen. Köszönöm szépen. Nézek egy zőszöröket. Jó. Akkor talán először, mert van maradjunk a tiszteletdíjnál. Tehát aki egyetért ezzel az előbb említett összegű tiszteletdíj, bizottsági díjak kerülnek megállapításra, az kérem, hogy készfenntartással jelezze most. És akkor számolom, tehát hogyha jól látom, akkor hat igen. Ellenszavazat nincs, tartózkodás, egy tartózkodás, mert a képviselőtestet tiszteli gyakorlat. Elfogadta, és akkor talán külön kellene a Répás János képviselőtársam indítványára is szavazni, amelyben arról szólt, hogy az első havi tiszteletdíjat az ipari katasztrófa áldozatainak, vagy a bajban lévők segítségére küldjük el, aki nyilván ez nekem is valamilyen szinten nem kell csatlakoznom, de csatlakozni kívánok egy olyan mértékű összeggel, ami azonos a képviselő tiszteletdíja. Tehát aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy készfeltartásra jelezze most. Köszönöm, egy hangú volt. Ezzel kapcsolatosan annyit szeretnék én is elmondani, hogy szoktuk mondani, hogy aki gyorsan segít, az. Tehát a bajban ugye a gyors segítség a lényeges, vagy legalábbis nagy jelentősége van. A testület döntésétől függetlenül szerintem akkor meg sem alakult az új képviselőtestület. Egy összeget, 100.000 forintot már átutaltunk egyébként a bajba jutottak számára. Ez nyilván egy olyan összeg, ami nyilván a képviselőtestület nevében tettem meg, de ilyen összeg felett saját magam is rendelkezhetem. És minden örömmel fogják fogadni majd ezt az újabb fő segítséget is. És a következő napirendi pont pedig az a 2010-14-es gazdasági program megtárgyalása lenne. Én ehhez nem szeretnék különösebben már hozzászólni, hiszen a saját programot ezt érintette már. Kérdezett képviselőtársaságot, hogy ezzel kapcsolatosan van-e észrevételi javaslatok. Még talán annyit mondani kell, hogy ellenémet olyan település, ami meglehetősen kevés saját bevétellel rendelkezik, tehát körülbelül 15 millió forint adóbevételünk van, ami egyébként a költségvetésben szükség van rá, de nem egy jelentős volumen, tehát most körülbelül 700 millió a fő összeg a költségvetésnek.
Tehát mi igazán tervezni nehezebb tudunk, és legtöbb önkormányzat így van ezzel. Elsősorban azok a települések tudják ezt megtenni, akik jelentős saját bevétellel rendelkeznek, tehát hogyha az állami támogatások normatívák területén esetleg változás, és hát ez a változás sokszor ez negatív értelmű következik be, akkor is meg tudják valósítani a programjukat. Nekünk elsősorban azért ehhez kell igazodnunk, hogy úgy mondjam, kicsit azért neki vagyunk szolgáltatva. Ennek ellenére azért nagyon komolyan lépett elő a település. 98-tól több mint 1,6 milliárdra nőtt a település vagyona, és ez ilyen körülmények között nagyon komoly eredmény mindenféleképpen jut. A megyében vagy három település van, aki komolyabb bevétellel rendelkezik, itt a szomszédos települést is megemlítettem, akinek csak az iparizés adó bevétele közel 1 milliárd forint. Tehát azért teljesen más kasszából tudnak az ilyen települések gazdálkodni. Ott esetleg már olyanok is szóba kerülhetnek, amiről mi állandó is igazán tudunk. Illetve a programot az módosíthatja még menet közben, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak. Tehát ezeket előre nem biztos, hogy tudjuk, sőt biztos, hogy nem tudjuk. Hát ezek, amikor megjelennek, akkor ott is eldönti a képviselőtestület, hogy melyikre tud pályázni és melyikre fog pályázatot begyújtani, hiszen a pályázatokat el is kell készíteni, meg kell tervezni, meg nyilván költség van, illetve hát nagyon sok esetben, majd túlnyomó többség.